Van-e még valami jó kenyerük, tessék mondani? Ó, tessék felszállni. Képviselő. Jó napot kívánok. Sok sikert, beválasztják. Köszönöm szépen. Hát. Bízunk benne. Jó napot kívánok. De aranyosak ezek a gyerek. Egy család. Egy család. Na, további szép napot kívánok. Viszont minden jót, viszont látom. Hello. 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 Na, és most igénybe veszi ezt a gyerekstra? Igen. Valószínűleg igen, ugye? Na, hát jobban jártak meg ezzel a változtatásokkal, de még kettő van a babakocsiból. Szervusztok! Szervusztok! Mi újság? Hogy vagy? Spakolászunk összefele. Vége a nagy menetnek. Hát igen, igen. Hétfőn. Hogy sikerült az ünnepek? Ünnepek? Jó, sikerült, hál' Istennek. Jó, elfogyogatott a húsval, a késztet. Kérnék egy kis disznósajtot olyan, aminek egy kicsit olyan húsosabb abból. Ez csípős? Azok csak? Az a csípős nagyon. Megtaláltuk a... Olyan, ó, hát én olyat fogok kérni. Azt el vagyok tőle ragadva. Te kell csavar. Jó. Én el vagyok tőle ragadva. Olyan szép, hogy a májunk. Jó. Jó lesz. Kedves kis telekiek, 2014 első napjaiban ismét itt vagyunk Kisteleken, és ezenben a dinamikusan fejlődő kisvárosban, ami most már járási székhely, ez is azt mutatja, hogy az itt élő emberek akarnak, mernek távlatokban gondolkodni, mernek álmodni, és ezek az álmok meg is tudnak valósulni, amik jelentős részben már bizonyítottak 2013-ban, és most itt 2014 első napjaiban azt gondolom, hogy ezek az álmok ismét valóra válhatnak, amit fogadalmat tettünk, amit elhatároztunk szilveszter éjszakáján, az most valóra fog válni. Én hiszem azt, hogy ebben a szorgos, szorgalmas, kitartó kisteleki emberek meg is tudják ezeket az álmaikat valósítani, ami az én kívánok nagyon boldog, sikeres, álmaikat teljesítő, boldog új évet.